see my email was to go home. I wasn't going to touch was on them yet. And I didn't know what that meant. No te tomo en ese momento. I wasn't really on a conscious spiritual journey. No, 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 I wasn't consciously seeking enlightenment or awakening. I hadn't really heard of those terms before. Nem kerestem tudatosan a megvilágosodást, nem is voltam tisztában azzal, hogy ezek mit jelentenek. I just, even though I lived in New Zealand, Új-Zélandon laktam, which to many people on the planet, they think, wow, New Zealand, what a great place to live. Hogyha így mondom, akkor sok ember számára, sok emberben azt, igen, azt kelti, hogy wow, micsoda egy ország lakni. I would be so happy if I could have my home there. Olyan boldog lennék, ha én is ott lakhatnék. I just couldn't feel really settled living anywhere. De valahogy én úgy éreztem, hogy sehol sem érzem otthon magam. Not for long. Nem sokáig. And if I was in New Zealand, I would feel like, ah, oh, it would be more expansive to leave. És azt gondoltam, hogy expansive for my mind, or I would want to be growing or going somewhere else. Tehát úgy éreztem, hogy szeretnék elmenni New Zealandról, mert ez tárulás, terjedés hoz nekem. And even though I had a great family, csodás családom volt, and good friends, és barátaim, it was like I couldn't get all of the pieces together. De mégis úgy éreztem, hogy valahogy nem áll össze az egész. To feel like, ah, oh, completion. This is it, I can stay permanently. Hogy azt érezzem, hogy teljes vagyok, és itt tudnék maradni végleg. There was always something missing. Valami mindig hiányzott. But it always felt temporary. Mindig ideiglenesnek éreztem. Like, this is okay for now, but, you know, it's not the ideal. Jó, ez most itt rendben van, de nem ez az ideális. And the other prayer of my heart was I wanted an experience of a love that could not come to an end. És a szívem másik vágya az volt, hogy szerettem volna megtapasztalni azt a szeretetet, mely nem ér véget. Because I had loving relationships. Mert szeretetteljes kapcsolataim voltak. And some loving family relationships. Szeretetteljes családi kapcsolataim. But the love kept coming to an end. De a szeretet folyton véget ért. Or the relationships would come to an end. A kapcsolatok is véget értek. And there'd always be this feeling of some kind of loss and this question of why. És mindig úgy éreztem, hogy ez egy veszteség, és azt kérdeztem, hogy miért. In the last relationship that I had before I came onto a conscious spiritual journey, és a legutolsó kapcsolat, ami volt, mielőtt a tudatos spirituális utazáson elkezdődött. We felt that we loved each other so much, but there was this invisible, unsolvable problem. Nagyon-nagyon szerettük egymást, de úgy éreztük, hogy van egy ilyen láthatatlan, megoldatlan probléma. And so when that relationship came to an end, I just felt this real sense of that I'm not in control of my life. És amikor az a kapcsolat véget ért, akkor nagyon úgy éreztem, hogy nem én irányítom az életem. Because if I was in control, I would have kept that relationship. Mert ha én irányítanám az életem, akkor megtartottam volna azt a kapcsolatot. But no matter what I did, and no matter how much we loved each other, we couldn't keep the relationship. De nem számít, hogy mennyire szerettük egymást, de mégis nem, tehát nem tudtuk fenntartani a kapcsolatot. We had to let it go. El kellett engedni.
And when that happened, I felt such a sense of fear. És amikor ez megtörtént, olyan félelmet éreztem. Like realizing, wow, really? I'm not in control of my life, and my life doesn't look the way I thought it would by now. Felismertem, hogy tényleg nem én irányítom az életemet, és hogy az életem nem úgy néz ki, ahogy most arra már ki kell néznie. I thought I would be happily settled down by now. Azt gondoltam, hogy most arra már boldogan letelepedve fogok élni. That I would have it all together. Hogy végre rájöttem a dolgok nyitjára. And so I got very busy over the top of that fear. És ezért, hogy ezt a félelmet valahogy elfedjem, nagyon elfoglaltá váltam. Because I didn't know how to deal with it or what it even was. Hát nem tudtam, hogy mi az, és az se, hogy hogyan kezeljem. Until finally, one day I was praying, I didn't even know what to pray to. Mert, és aztán egészen addig, amíg egy nap imádkoztam, bár azt sem tudtam, hogy miért, vagy kihez imádkozom. Because I didn't know if there was a God. Nem tudtam, hogy Isten létezik-e. But something in me was saying, help, I need to stop. De valami azt mondta bennem, hogy kérlek, segíts. And I'm afraid to stop because I don't know what is going to happen. Meg kell állnom, de nem tudom, hogy hogyan, mert félek attól, hogy mi fog történni. Or even what's wrong. Hogy egyáltalán mi baj van, azt sem tudtam. So I did stop. És aztán megálltam. The way for me was a crash. I fell off my mountain bike. És ez úgy történt, hogy leestem a biciklimről. And so I was physically paralyzed with some broken wrists and a head injury. Tehát fizikálisan úgymond lebénye voltam, a csuklom megsérült, a fejem megsérült. But even though my physical body was had to be still, my mind was still going round and round. És bár a testem nem mozdult, vagy alig mozdult, az elmém nagyon is aktív volt. But I could no longer run away from it. De nem tudtam elfutni előle többé. I had to stop and face it. El kellett állnom, hogy szembenéznek vele. And so through being still and asking for help. És annak köszönhetően, hogy csendes voltam és segítséget kiáltottam. The Spirit was able to start supporting me and loving me. A Szentlélek képes volt arra, hogy végre támogatni tudjon és szeretni tudjon engem. Because I was no longer running so fast. Mert már nem futottam olyan gyorsan. And pretending to be okay. És nem csináltam, mint hogyha minden rendben lenne. And it was the beginning of starting to learn to listen to my heart. És ez annak a kezdete is volt, hogy elkezdtem hallgatni a szívemre. To start learning to listen to intuition. Elkezdtem hallgatni az intuíciómra. And at first my friend gave me some runestones. Runestones? Először aztán egy barátom adott nekem a runaköveket. And I would ask a question in my mind. Kérdeztem valamit az elmémben. And throw the runestones and read my little book and get some answers. Eldobtam a runaköveket, és aztán a könyvben utána néztem, hogy mi a válasz. But the answers were, you had to intuit the answers. De a válaszok az volt, hogy érezni kell a válaszokat. I'm sure you're all familiar with like tarot card readings or runestones. You know, it's more of a prayerful asking for the answers. Gondolom, hogy mind ismeritek a tarókártyákat és hasonlókat, és az is így működik, hogy érezned kell az intuícióddal a választ. And after some time with them, I didn't need to throw the runestones or open the book. I could just ask an answer from my heart and start to hear the answer. És egy idő után aztán már nem is kellett eldobnom ezeket a runaköveket, hanem feltettem egy kérdést, és aztán hallgattam, megvártam a választ.
It was the same with starting to learn about chakras and using crystals and stones. Ez egy olyan időszak volt számomra, amikor megismerkedtem a csakrákkal, kristályokkal. I learned about where the energy could be blocked and the certain stones you could pray and imagine and use the stones to ask for answers. És megtanultam azt is, hogy hol lehet leblokkolva az energia, és hogy hogyan használja a köveket, kristályokat a tisztításhoz. And when you focus on an area and ask, you know, what is the block? És amikor egy bizonyos területre fókuszálsz, és megkérdezed, hogy mi a blokk, whether it's in your heart, or your throat, or your stomach. A szívedben talán, vagy a torkod, gyomrod, hasad tájékán. I would be hearing the answer, and it was the same with the rune stones. After some time, I didn't need the actual stones anymore. És aztán hallottam a választ, pont azokat a válaszokat, amiket a rúnakövek is adtak, és aztán rájöttem, hogy már nincs szükség a rúnakövekre. I could just visualize the stones. Csak elképzeltem, vizualizáltam a köveket. And then after a while, I didn't need to visualize the stones. És aztán egy idő után már erre sem volt szükségem. And so I was learning that all of the healing was taking place within my mind. És felismertem, megtanultam, hogy a gyógyulás egészen az elmémben történik. And so when A Course in Miracles came along, és amikor a csodák tanítása bejött az életembe, I was very well prepared. Nagyon felkészült voltam for listening for an inner voice. Arra, hogy a belső hangra hallgassak. And seeing that everything that I was learning about was the mind. És hogy lássam, hogy minden, amiről ideig tanultam, az az elme volt. So the journey that I was on, tehát az utazás, amin jártam, involved a lot of physical healing. Nagyon sok fizikai gyógyulást is tartalmazott. After so much running away from the spirit, miután oly sok elgyújtottam a Szentlélek elől, when I had that accident, I just wanted to sleep. Amikor miután volt az a balesetem, szinte csak aludni akartam. It was as if I suddenly all of this exhaustion caught up with me. Olyan volt, mint hogyha hirtelen ez a kimerültség mind belemelkedett volna a tudatosságomba. And I gave myself permission to rest. És megengedtem magamnak, hogy pihenjek. And this is really the way of the spirit. És valójában ez a Szentlélek útja. God's will for us is perfect happiness. Isten akarata számunkra tökéletes boldogság. And the Spirit is the voice for God. A Szentlélek az Istenért szól a hang. And so the Spirit's voice is one that's going to be guiding us in a loving way. Ezért a Szentlélek hangja az, amilyen szeretetteljes módon utatottat nekünk. To honor our heart. Hogy a szívünket kövessük. And take the steps that are in the direction of freedom, true freedom. És hogy megtegyük azokat a lépéseket, melyek a valódi szabadság irányába mutatnak. And the ego does not perceive this as loving. The ego does not perceive this as loving. Az ego ezt azonban nem érzékeli szeretettelnek. Because the ego is being undone. Mert az ego az, ami semmiségtelenné. It literally is getting dissolved away as we follow the spirit. Mert ahogy követjük a Szentlelket, az
az ego feloldódik, felmondódik. So it's afraid of love. Az ego fél a szeretettől. And it's afraid of direct communication. Fél a közvetlen kommunikációtól. And so we need support. És nekünk pedig támogatásra van szükségünk. And a lot of help. Segítségre. To keep being able to recognize the voice for the spirit. Hogy képesek legyünk arra, hogy folyamatosan felismerjük a Szentlélek hangját. And being able to follow it. És képesek legyünk követni is azt. I know that there is just one mind awakening. Tudom, hogy egy elme az, ami felébredőben van. And there is one prayer of the heart. És egy ima van, ami a szív imája. It's to undo the ego. Hogy az ego semmissé legyen. And to know the truth. És hogy megismerje az elme az igazságot. And we share that prayer. És mind osztozunk ezen az imán. And what I found through being willing to be very transparent, és amire rájöttem, annak során, hogy hajlandó voltam rendkívül transzparens lenni, I learned that the ego is not who I am. Megtanultam azt, hogy az ego nem az, ami én vagyok. And whatever I experienced, és bármikor megtapasztaltam, no matter how, what the emotions were, whether I experienced it as anger, jealousy, resentment, fear, it was the ego. És bármikor megtapasztaltam olyan érzéseket, mint a félelem, bűntudat, dű, akkor tudtam, hogy az az ego, nem én vagyok. It's really not who we are. Nem mi vagyunk. But everyone is experiencing this ego voice in your mind that says, yeah, this is how you are, this is who you are. Mindenki hallja ezt a hangot az elmeiben, az ego hangját, ami azt mondja, hogy de igen, ez vagy te. So the purpose of us coming together is to shine a light on it and say it's not true. És ez a célja, hogy most összegyűltünk, hogy meglássuk, hogy ez nem így van. Yeah, it's the ego. Az az ego, és nem mi vagyunk.